De a mozik most már azt hiszem, hogy műsorukra tűzték a Tarzan című rajzfilmet, aminek egyébként mi is ilyen 20 évesek örülhetünk, mert szerintem még a mi generációnk is emlékszik még az igazi klasszikus Tarzan filmre, amelyben még Johnny Weissmuller játszotta a főszerepet. Ó, lalai, így vagy valami ilyesmi. Na most, már kezdtettek gondolkodni egyébként, hogy mi köze van ehhez Ákosnak, rögtön erre is fény derült. Tudják ők már, szegények? Tudják ők már? Nem tudták megúszni. Tudják? Hát persze, mennek a reklámok. Na azért mondjuk el még, hogyha esetleg valaki nem tudná, hogy mivel, annak ellenére, hogy ennek a filmnek a zenéjét a Disney, tehát a megrendelő Phil Collinsnak nyújtottál, tehát ezt a lehetőséget, hogy a zenét elkészítse, ennek ellenére azért ugye minden országban nem juthat el ugyanazon a nyelven. Tehát Hála jó Istennek, meg lehetett ezt csinálni magyarul is, és hát itt kapcsolódik be a képbe Ákos, akinek a nevéhez fűződik ez, hiszen ő énekli a magyar. Úgy történt, kedves nézőink, és főleg Alex, hogy kaptam egyszer csak egy e-mailt, hogy gyorsan csináljak meg egy ilyen szuperprodukcióhoz magyar szövegeket, és először az ember könnyen gondolhatja ilyen esetben, sok hülye fölkérés, ilyen internetes tréfa jut el Postol Ádámba, hogy talán valami viccről van szó, aztán kiderült, hogy nem vicc, és az az érdekessége, úgy gondolom, ezeknek a daloknak úgy általában, mert sokan úgy felsziszennek erre, sok, főleg az okos tojás fogyasztó, hogy hát rajzfilm, meg Ákos, hogy jön ez össze, meg ezt komolyan gondolt. Ezek az emberek általában nem néznek rajzfilmeket, és legkevésbé Disney produkciókat, melyekről nagyon könnyű bebizonyítani, hogy ezek szerintem sem, és úgy általában sem gyermekprodukciók. Tehát a gyermekekről szó van itt, de a Disney az nagyon jól tudja, hogy a gyerekek nem érik fel a mozipénztárakat. Az csak szülővel együtt látogatják ezeket a mozikat, és a szülőnek is remegő térdel kell felállni a mozi székből utólag, legyen az bármilyen kényelmes szék, és a műnek, ha tetszik, vagy a produktumnak a fölnőtt nézőre ugyanúgy, vagy sokkal jobban kell hatnia. Úgyhogy ezek nyugodtan mondhatom fölnőtt filmek, és ami a Phil Collins ügy kapcsán érdekes lehet, vagy a Tarzan kapcsán érdekes lehet, és így jöttem én is a képbe, hogy Phil Collins előbb kapta meg ezt a megbízást, sem mint hogy a rajzfilm elkészült volna. Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a négy fő téma, melyet Phil Collins szerzett volt, ezek a dramaturgiai jelentőséggel bíró dalok, képezték az alapját a rajzfilmes történetnek. És lehet is látni egyébként, hogy a dalokban van egy csomó olyan zenei poén, amelyet rajzzal lereagálnak. Unalmasan mondtam, amit mondtam, a boci azt jelezheti talán. Tehát történetileg ez egy fölnőtt felkérés, egy fölnőtt művész felé, aki egyébként több nyelven, több európai nyelven is elénekelte ezeket a dalokat németül, franciául, olaszul, és hát magyarul, meg albánul gondolom nem énekelt el, és ezt magyar és albán popsztárok kapták ezt a feladatot. Engem az érdekelt benne legfőként, erről szívesen beszélek majd hosszabban is, bár már mostanáig is hosszan beszéltem, hogy a mi fordításokban is munkám lehetett, és ez volt az, ami igazán izgatott. Mondom, hogy teljesen képben legyünk, ezért most megszakítjuk a beszélgetést, és levetítjük nektek a Tarzan című rajzfilm egyik betét dalát, személyesen Phil Collinstól, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést. Tarzan című rajzfilm magyar verziójában Ákos nem csak mint énekes működött közre, hanem mint szövegfordító is, ugye gyakorlatilag a dalszövegek műfordítójaként is. De én azt javaslom, mivel hogy megtudtuk, hogy rendelkezésünkre bocsátottatok egy ilyen kis bejátszást, amit utólag is köszönünk, azt javaslom, hogy ezt nézzük meg, hiszen az együttműködésről itt derül egy csomó minden. Rettenetes fények derülnek arra, ugye? hogy kerül a képbe például Leslie Mandoki, aki Mandoki László néven született Budapesten, és aztán a Genghis Khan-tól kezdve sajátos karriert futott be Nyugat-Európában, és sajátosan rossz image van Magyarországon, melyen én szívesen javítanék, tehát hogyha baráti jobbot nyújthatok ebben a feladatban, akkor ezt megteszem, mert a közös munka során, én korábban nem ismertem őt, a közös munka során azt vettem észre, hogy ízig-vérig pesti srác maradt, és közben az egyik legelismertebb német producer, akinek az összes német nemzeti kitüntetése megvan, ami létezik a földkerekségen, és nagyon megbecsült tagja a kinti zenész társadalomnak, nem beszélve arról, hogy a világsztárok úgy adják egymást a kilincset a stúdiójába, mint mondjuk a magyar sztárok a Csillaghegyen a Dorosban. Vagy itt nálunk az E-plusznál. Vagy az E-plusznál például, igen. Bejátszás, játsszuk be!
this is the your Hungarian counterpart. Oh yeah. Kaptam egy e-mailt, amiben az állt, hogy Phil Collins dalok, Tarzan, szuperprodukció, magyar szövegek, műfordítások és éneklési feladat van. És azt hittem, hogy egy viccről van szó. Ember még soha nem járt itt, békés az ősi erdő. Ez áldott hely, szentem is kell. Akan járja sima fővegyes parton. De egy család, bíznod kell, a sors felel, és vezetsz, hogy rátalálj. A lombok már nem rejtik el, a szeretettel érkezel. Ez áldott hely, szemem is kell. Miután az Ákossal a magyar Tarzanon való munkát akkor kezdtük le, amikor már befejeztem a német tervezőn első munkámat a Phil Collins-szal, így teljesen benne voltam a képben, így nagyon precízen át tudtam adni az Ákosnak, hogy mit dolgoztunk mi ki a Phil Collins-szal. Thank you very much. That's it. What a timing, right? Perfect timing, actually. Perfect timing. Three drummers. Three singers. Three songwriters. Three producers. So this is Akash, and he sang the Disney songs that I wrote. And this is Phil Collins, I guess. He sang them in Hungarian. I sang them in English. And he translated your lyrics. Are you translated? És az ősi erdő, ez áldott hely, szednem is kell. Akan járja síman fővenyes parton, két vágy, de egy család. Bíznod kell, a sors felel, és vezetsz, hogy rátalálj. És beálltam a mikrofon mögé, jött az első dal. Azt mondtam, na, gyerünk most elénekeltem. Óriási csönd az üvegfal a másik oldalán. Látom, hogy a német hangmérnök fiúval beszélget a Leslie. Kikapcsoltuk a talkbacket? Hát, ne halljad. Én nem hallottam, hogy miről beszélnek. Hát mondom, ezek most jöttek rá. Sajnos mondom, hát nem baj, még az esti repülőt elérem, gyerekemet látom, még ma este én fürdetem. Előtte megyek a lemezboltba, végülis a szövegíró gázsim már megvan. És akkor kérdezem, hogy... Mi van, gyerekek, mi van? Leslie csak így beszól. Egy pillanatot várjál, egyszer sokkal közömszerűen. Semmi. Hát mondom, nem tudom, már készítettem egy jó szöveget, hogy annyi magyar, kiváló hangú énekes vár arra, hogy Phil Collins magyar hangja lehessen. Most már szövegek meg vannak, lehet énekel, nagyon jók vannak, higgyetek, nem, sokkal jobbak vannak, nehogy lemondjatok erről a lehetőségről. És mondom, gyerekek, azt mondja Leslie, igen, hát Ákoskám, én haza is mehetek. Mondom, ez most mit akar jelenteni. És hát nem tudom, az, most ezen mit értsek, Leslie? És akkor azt mondja, nézd, én ahhoz vagyok hozzászok, vagy a producer bejön a stúdióba, és egy baromi jó énekes, baromi jól elénekli, és utána el kell neki magyarázni, hogy a dolog miről szól, mi a koncepciója, kvázi a művészi irányok micsodák. Azt mondja, itt pedig egy kész produkciót kapok. Ez nekem nem kell hozzányúlni. Énekel, de... Fel volt készül. Javítsd ki, ahol esetleg nem annyira tiszta az ének, és túl van tárgyalva a kérdés. Szóval ennél nagyobb bókot szerintem énekes nem kaphat, főleg akkor, ha nem kifejezetten az énekes mi voltát tartja elsődlegesnek, hogy kvázi hitelesnek, vagy igazinak, vagy olyannak tűnik az, amit csinál, hogy nem kell hozzátenni, nem kell elvenni belőle. Ez egy saját helyi értékű dolog. És én ezt kaptam meg a Leslie-től, és ilyen megerősítések Magyarországon engem ritkán érnek.
amit a szíved diktál. Két bár, de egy család, bíznod kell, a sors felel, és vezetsz, hogy rátalálj. Ember még soha nem járt itt, békés az ősi erdő. Ez áldott hely, szednem is kell, halkan járja sima fővenyes parton. Két bágy, de egy család, bíznod kell, a sors felel, és vezetsz, hogy rátalálj. A lombok már nem rejtik el, a szeretettel érkezel. Ez áldott hely, szednem is kell. Éppen annál a dalnál, amelyet most énekelünk, annál derült ki a legjobban, annak a szövegénél, hogy mennyire fontos a rajzfilmet nézni. És nem csak a dalokat hallgatni, és a dalok szövegét nézni, mert egyszerűen nem adja magát, hogy a szöveg különböző fordulatai a rajzfilm nélkül nem értelmezhető. It's the first time they've broken the mold for a long time, if ever, of somebody singing the songs rather than the characters singing the songs. Mennyire jó döntés a Disney részéről, hogy a karakterek nem énekelnek. Mert amikor megkérdezik az embert, amikor azt mondja, hogy egy Disney filmben énekel, és melyik karakternek vagy a hangja, vagy és melyik állat leszel te, akkor azt mondta, hogy én a Phil Collinsnak vagyok a magyar hangja, és nem valamelyik szereplő. I would like to know if there's anything like a favorite scene for you in this movie. Well, yeah, there is. I mean, I this think has been asked of you, right? Well, it actually was asked, yes. Last. That's okay. Amíg nézzétek ti ezt a bejátszást, addig mi azért elkezdtünk dumálgatni tovább, és hát egy-két olyan sztorit hallottam, amit jó lenne, hogyha ti is hallanátok. Tehát a kérdés így szól. Ákos hogyan emlékszik vissza az ott kint eltöltött pár napjára, a stúdió munkálatokra is, de inkább a bemutatásra és az azt követő eseményekre? Már a rajzfilm bemutatójára gondolok. Mindez 1999-ben történt. Az az érdekes, ebben a felkérésben még egy mondatot muszáj erre szánjak, hogy a szórakoztatóiparban, vagy nem tudom mi ez, aminek keretében itt ülünk, mindenki a kikit ismer alapon működik. És nagyon ritkán van olyan tiszta, vagy tisztának tűnő helyzet, hogy nem korábbi ismerettségek alapján zajlik egy ilyen felkérés. Mint már mondottam, én se a Leslie Mandokit nem ismertem korábban, se a Disneyhez semmilyen közöm nem volt, a Phil Collins-szal nem ismertük egymást személyesen, és még sorolhatnám. Szóval igazából az izgalmas a felkérésben, hogy más referenciám nem volt, csak a korábbi lemezeim. És az is kézen közön került a Leslie-hez, aki de végül is ő választott ki téged. Igen, annak ellenére, hogy én sose akartam. Tehát nem az történt, hogy én sorba álltam, hogy egyszer majd mennyire szeretnék egy Disney rajzfilmet. És így jobb ez. Szóval így elegánsabb, és így könnyebb egy Ákos számára elfogadni egy ilyen felkérést. De mint mondottam, igazából a szövegírás volt izgalmas, és az, hogy mondjuk Phil Collins-szal személyesen találkozhattam, és civil emberként beszélgethettem vele, nem mint ilyen kolléga, vagy te mivel gargarizálsz koncert előtt, Ákos, mert én milyen szebb Tillel, nem? Tehát nem ilyen jellegű, hanem teljesen privát jellegű találkozás volt. A maga munka egy nagyon különleges élmény volt, engem nagyon izgatott az, hogy hát ez a nagy, tudod, az image az a minden, hogy a német stúdióban biztos mennyire másképp dolgoznak, egyáltalán nem dolgoznak másképp a Dímes stúdióban. Talán Magyarországon még egy picit precízebben is dolgozunk.
ők könnyebben elsiklottak technikai apróságok fölött, és inkább az egészre koncentrálva dolgoznak, de jó tudni azt, hogy kompatibilisek vagyunk minden tekintetben egy német produkcióval. Boci éhes, úgyhogy etessük meg egy videoklippel, jó? Jó ötvejet, Boci, pedig majd utána jövünk vissza. Reklám után a golós játék, a goló. No, hát parancsolj. Legutóbb, amikor itt voltál, akkor ugye az összeset kivégeztük egyenként. Tehát és most is az összesekkel? Hát szerintem törekedhetünk. Én csak a pirosokra megyek. Mert ezek azért már új kérdések. Ez az, amit a egyik sztár megírt, beírt a másik. Pontosan. Várjál, hát ez nem kérdés, hanem egy szám. Hát ez az, a kérdések itt vannak. Első nyerő számunk a ötös. Az ötös. Na figyelj, az ötös császár előtt kérdése. Atya úristen, de várom ezt most! Na, ezt a kedvencem lesz. Na, jó, arra kíváncsi, hogy milyen körülmények között láttál először pornófilmet, és milyen hatással volt ez rád? Ugye mondanom sem kell, hogy az összes kérdés egytől egy kapcsolatban áll a szexszel. A hatást tudom elmondani, fölállt a kukim. Aha. Fölállt a kukim, kihittem hogy milyen van. Körülmények között volt ez. Úgy volt ez, hogy régi barátom, zenésztársam Süle Feri, aki még most is muzsikál egyébként, a dobos, ellentétben velem, aki már nem muzsikálok, hogy a nagypapájának volt valami nagyon régi Very Special NDK pornófilmje, de vetíthető még a Super 8-as verzió, és akkor egyszer, amikor a nagyszülei elmentek otthon, akkor ezt megnéztük. Körülménynek ez így jó? Ez így abszolút jó. Hú, és ez két nőc is, ez jó régen volt, már nem is tudom. A kis kukin az nagyon felállt, és hogy ilyen szexit mondjak, de ez majdnem normális ilyen pornófilm esetén, és mit akartam még mondani, ilyen két nőc is volt, arra emlékszem, két nőc is volt benne, és azóta is ez nekem nagyon megragadt, ez a két nőc is dolog. És átmásoltatod később, hogy meglegyen? Nem. Azt sem tudom, mi lehetett ez, hogy nem tudom, Jürgen und Annika und nem tudom kicsoda. Minden grosses Wanz. A grosses Wanz az volt, érted, akkora volt egy ház. Na folytkodj. De mi ez a női alakú szerint? Irina Puncová, csehoszlovákája. Ezt figyelsz, ne tőlem kérdezz, mert nem az én... Ja, de jó, a dizájnnak jó. Nem az én kedvesem, na, szóval... Nyugodtan használ be oda. Persze, használ be oda, likviráljuk. Irina Puncovába. Kérem szépen, mondom a számot. A másik nyerőszámunk a 12-es. Na, a 12-es. A 12-es, ne lepődj meg rajta, ne ijedj meg. Misteri kérdése. Mondjad, Rik. Melyik állattestét tartod erotikusnak? Miért, Miszterik, melyiket tartja? Hát ez itt a jó kérdés. Én nem tudom, nem, állatot nem tartom, mert tudom, hogy teljesen konzervatív. Az igazság, hogy nem tudom, hogy hogyan lehetett volna, hogyan lehetne másképp feltenni ezt a kérdést, mert az emberek rösszkodik. Tudom, van ilyen film, hogy csirkével, meg lehet-e a kecskével, a Hoffi Géza is megkérdezte, hogy lehet-e a kecskével. Nem erre gondoltam. Biztos lehet, nem próbálnám. Csak hát mondjuk ez tényleg elég nyers, így ez a kérdés feltevés, szóval melyik állatestét tartod erotikusnak? Hát állati testekről van szó, te jó, hát akkor melyik állatestét tartod szépnek, mert ez viszont így már megválaszolható ez a kérdés. Annélkül, hogy bárki szép, bármilyen operációra gondolna. Hát itt egy ló, az gyönyörű állat, de nem erotikus. Volt, aki az antilopot említette. Antilop. És az elég fantázió, és az igen. az. És búg az antilop, és búg. Beunalmasodtunk. Nekem a tehén tették a leginkább. Na, innen folytatjuk. Gyerekek, 22. Vagy elsőre. Na nézzük, 22-es, a 22-es. A 22-es, ezt szeretni fogod, erotikus. Azért ez érdekes. Én tehát ezen lehet gondolkodni, figyelj. A Heaven Street 7 kérdése. Na, az viszont rendben lesz. Milyen összefüggés van a testnevelés órai kötélmászás és a szex között? Ez ilyen találós kérdés, ugye, amit én nem... Te tudod a választ, én meg nem, nekem és nagyon nem bukom. Figyelj, nekem bevallom, nem vagyok helyzeti előnyben, bár bizony szempontból igen, tehát nekem is később kötélmászás? Igen. Hogy itt combbal kell szorítani, talán az lehet, vagy igen, nem tudom. Igen. Szexi, vagy ez is így dörzsöl a kötél? Azaz. Dörzsölös, mi? Azaz. Dörzsike. Megválaszoltam? Vagy kétes választottam? Azt hiszem, hogy igen. Szerintem megválaszoltam. De a rögészséges dolog az, hogy nekem ment a kötélmászás. Tehát jobban, mint a szex annak idején. Nekem is ment, igen. De nekem nagyon később. Mert nekem a szex az sokkal később jött, mint a kötélmászás. Nekem úgy alakult. Így, hát ez sorsom ilyen, későn érő konzervatív típus. Gyorsan hagyj húzzak, mert annyira jó húzni nálad. Irina kap egy újabb golyót. Most milyen, a piroshoz mi a legjobb? Jönnek a lilások. Amiért szeretném, jó, végezzük. Nem tudom, úgy izgulok, mintha nem csak egy szám lenne. A hatos. Hogy is volt a lottóból? Következő nyerőszámok a hatos, illetve a kilences, biztos emlékeznek. Szabbész van a kérdés, a hatos. Jaj, nem szoktál-e szexbulikba járni, erre kíváncsi? Basszus,
nagyon szeretnék szexbulikbe járni, becsszóra mondom, uh-huh. de nem szoktam. De hogy képzelsz el egy ilyen szexbulit? Hogy sokan vannak, uh-huh. és főleg lányok, ha mondom rá. Szóval így képzelem el. Főleg sok lányok vannak, akik mind élen vannak, és sajnos nem szoktam járni ilyenbe. Nagyon élvezem egyébként, egyre jobb. Eddig azért az a guminős vezet, négyes. Négyes, ez is isteni ez a kérdés, nagyon jó, nyers együttes kérdés. Na, nyers, azt viszont érdekel. Vagy olyan viszonyban a partnereddel, hogy egymás előtt pukizzatok, vagy böfizzetek? Puki? Mm-hmm. Böfi? A böfi mindennapos, pukiról is lehet beszélni. Ugye? Ez ugyanúgy az együttélés, ez egy olyan dizájn, hölgyeim és uraim, biztos van önök között is, aki együtt él, hogy ezeknek előbb-utóbb bele kell férni ezeknek a szelleneteknek. Pontosan, miért ne jogosítana fel egy kapcsolat? Hát figyelj, de lehet, hogy az első időszakban marhára vigyázol az imidzsedre, hogy te annyira szexállat vagy, meg csődör, meg minden, hogy te nem pukizol, de a legnagyobb csődör tud a legnagyobbat pukizni, azért ezt hozzáteszem. Pontos. Jöjjön a szexi, kér, ráhúznék egy óra, mondom a számod, mondom a számod, 111-es, de nem, 111-es, 25-ös. A 25-ös az Emergency House, igen, mond. Azt szeretném kérdezni, ezt a nyers is kihúzta, meg a Heaven Sivleben is kihúzta ezeket a kérdéseket? Heaven Sivleben, várjál, ők olyan régen voltak már itt, hogy amikor nem tudom megválaszolni, biztosan megválaszolni. Ne, a felét nem válaszolták meg, jól emlékszem, nem válaszolták meg, csak csalafinte módon feltették ezt a kérdést. De az úgy van, hogy úgy könnyű, hogy én vagyok a Heaven Sivleben együttes, és akkor megkérdezik, hogy hány cent, és akkor összeadják. Aztán, érted? Hát most ez ilyen előnyt, most nem tudom, én is felhívhatom a zenekartagokat. Mi volt a kérdés? 25-ös talán? Figyelj. Az Emergency House arra kíváncsi, hogy melyik az a legmerészebb hely, ahol szeretnél feledkezni. Legmerészebb hely. A nyugdíjas otthon talán, majd később. Hát azért ez elég merész, hogy idő után volt csak be. De akkor arra büszke lehetnél azért, szóval. Na jó, de ez elég merész, tehát mondom. Inkább azt mondja, melyik ott az a legmerészebb hely, ahol már történt effektus. Na. Kérlek szépen, Vonatkussedbe, Amsterdam-Budapest vonalon, ott például volt, az elég érdekes volt, és ott aludtak mellettünk ilyen kábítószercsempész, holland illetőségű hölgyek, de csak aludtak. Aztán volt ilyen, hogy fényes nappal nyilvános fürdőhelyen, medencében. Fú, hú, de kemény volt, de ezt akkor nem bírtunk magunkkal, tehát ezt látni kell, ilyen volt. Kutya sétáltatók között a vérmezőn, szakadó esőben. Mm-hmm. Ez szép emlékek ezek, hát akkor még fiatal voltam, üde, romlatlan, naív. De azért ez viszont azért jó, hogy ezt mondod, mert annak kéne, hogy nagyon tudom, hogy annyira érdekli a nézőket ez a szexi rész. Érdekli is őket. Tehát a sztárok élete, hogy ez a vérmező. Én tudom, én most szinte látom magamat a nézőket, hogy markolászák ezeknek a különböző ülő egységeknek a karfáit izgalmukba, hogy mit fog válaszolni a 24-esre. Még. A 24-es kérdésre. Te nem figyelsz rám, Alex, te nem érzed ezt a pörgő, fiatalos, nyűső tempót, amit mi diktálunk. A 24-es, hát ezt kérdezted, ezt kapod. Igaz szerinted, hogy a fekete férfiaknak nagyobb a méret. Tehát mindig kikapok ezeket a kérdéseket. Nézd, engem többször hírbe hoztak. A B-boys. Én biztos forrásból tudom, hogy én buzi vagyok, és esetleg engem érdekelnek a fekete férfiak, de sajnos fogalmam sincs a kérdésről. Tehát egyrészt nem érdekelnek, bár érdekelhetnének, csak úgy alakult az életem, hogy heteroszexuális lettem, minden ellenkező éreztés helyére. Úgyhogy nem tudom, hogy nagyobb, biztos nagyobb. Ezt a lányokat kell, akik a fekete fiúkkal kavarnak. 23-as kérdés, kérem, én kérem. Egyébként ilyenkor most megállok egy pillanatban, ilyenkor el kell mondjam, hogy ilyenkor... Itt a boci az is beállt, látod? Vannak olyan pillanatok, amikor kellemetlen érzem magam, csak azért, mert nekem fel kell tegyek olyan kérdéseket, amelyeket mások fogalmaztak meg. Tehát, én ezt ne hívj meg, hogy belementem a játékba. Tehát mondhatta volna, hogy ezt a golyót hagyjuk, mint ahogy már egyszer már volt is ilyen. Csak miután egyszer mászt előttem ezt a dolgot, hogy most nem golyoznék, azóta most már másodszor is golyozom veled, és én teljesen próbálok a fiatalos tempójával menni ennek a műsornak, és próbálok fiatalos választ, tehát olyanra is válaszolok, mert nem kéne, hogy milyen lenne a merész hely, nem, én elmondom, hogy milyen volt a merész, érted? Szóval teljesen veszem ezt a tájánkot, a modern srácok, 23-as volt ez egyébként. Zöldött a tehén, mondom, halkan, hát mindegy. A 23-as Erika Szélyes Robidi kérdése, igaz szerinted, hogy a testékszerek nagyobb élvezetet nyújtanak, és ez az utolsó kérdésünk. Aztán már több nem fér bele. A testékszerek nagyon fájdalmat nyújtanak, ezt te, mint testékszer viselő kell tudjad, hogy vannak kellemetlen mozzanatok, hogyha mit tudom én kedvesed nyelve hegyében elkezdeni cibálni azt a cimpádba erőltetett effektust, nem biztos, hogy szexi volna. És vannak egyéb ilyen testékszerek, volt ilyen tapasztalásom, hogy ilyen köldög buzgerált lány közelebbről masszíroltam, és egyenként felsziszent szegényként, mikor hozzáértem ez a ketyeréhez. Lehet, hogy még friss volt, nem tudom. És amikor ő ért hozzád mondjuk a nyelvpiercingjével, azért az is... Az nem volt neki. A franc, aki megette, pont nyelvpiercingje nem volt.
biztosan ezt kellett volna még bevárjam, és akkor pozitívabb képet adhatnék a fiataloknak erről a divatos effektusról, melyet te olyan jól hozol, hogy én nem tudom, hogy fáj ez, nem? Nem hát fáj? Egy-két hétig csak, utána már nem. De hogy ott fáj-e, hát az még... És akkor meg közben, meg hát nem tudom, el... Egyébként ezek nagyon-nagyon régi hagyományi vannak ennek, az egy más kérdés, hogy most... Tudom. Modern nomádok vagyunk mi, akik így lukasztunk magunkon egyet, mint egy ilyen villamos vegyen. Olyasmi. Kemény ez, a tehén meg elbőgte magát, mert olyan unalmasokat mondok, mint az állat. Annyira sír már szegény tehén, hogy itt most azonnal megnézzünk egy videoklipet. És mi még visszajövünk szerintem? Vissza. Nehogy itt elbúcsúzok, aztán de még hogy mindig leszek. Dehogy visszajövünk. Na most annak ellenére, hogy végülis többször kihangsúlyozom. A Tarzan című rajzfilm azért nem csupán gyermekeknek szól, hanem felnőtteknek is. De azt elképzelhetően tartod, hogy ez legalább olyan eleve nem megmarad az emberek képzeletében, akár gyerekek, akár felnőttek, mint annak idején a klasszikus Tarzan film Johnny Weissmuller, amin ugye több generáció nevelkedett, hiszen még én is benne beletartoztam. Én is láttam Johnny-t, sajátosan kidolgozott felsőtestével rikoltani. Én azt gondolom, hogy akik most annyi idősek, mint mi voltunk akkor, amikor a Johnny-t nekünk vetítette a Magyar Királyi Televízió többször is, azoknak ez lehet maradandó élmény. Annál is inkább, mert olyan akciójelenetek vannak ebben a filmben, amelyektől némely gyermek megáll majd a fejlődésben. Én gondolom, hogy mondjuk ilyen, egy anyuka kérdezte is tőlem e-mailen a saját levelezési rovatommal, hogy 7 és 9 éves gyermekét már elviheti erre a filmre. Én azt gondolom, hogy őket már igen. De igazán kicsiket, akiket mondjuk a Hófehérke se hét többére, vagy a Cinderellával, ami közt ott a hamupipőke, akiket oda el lehet vinni, őket még nem biztos, hogy el lehet vinni. Nagyon-nagyon kedves jelentek vannak benne, de mikor jön a tigris, a rossz fiú, annak akkora foga van, mint egy ház. És iszonyú keményen meg van rajzolva, úgyhogy szerintem ott még a szülők is markolászák a lisburkolatot a moziszéken. Mert rendesen félelmetes. Na, és közben Sir Anson van, Rötetnet, ez Tereó, az is elég szörnyű, és amikor megszólnak a magyar nóták Ákos előadásában, hát az a legrémesebb része. Az már tényleg 18 éven felüli. Ez a 18 éven felüliség egyébként a reklám jegyében, hadd mondom el gyorsan, Phil Collins eredetivel együtt összehasonlíthatóan Ákososan minden estül megjelenik, és ott már meg is jelent, és elég elően fogy. Úgyhogy én azt nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam ezzel a munkámmal kapcsolatban, és akihez hozzá akar jutni hanghordozón, az némi munka és utána járás eredményével hozzájuthat, és ez azért fegyvertény, mert ezt az Edel, az eredeti kiadó, a Disney Recordsnak a partnere a kiadásban, az Magyarországon nem akarta megjelentetni, mikor meghallotta, hogy itt általában a lemezfogyási számok azok milyen alacsonyak az ő átlag számaikhoz képest. És azt mondták, hogy hát ez nem is éri meg, ez egy hülyeség, hogy a pár tízezer lemezt eladni az egy marhaság, és nem is akarták kiadni. És aztán sokunk közbenjárására sikerült meggyőzni őket, hogy mégis lesz ennek értelme, úgyhogy most már van a magyar és az eredeti dalokat is tartalmazó Tarzan kiadványunk. Tehát tessék moziba menni, meggyőződni arról, hogy a Tarzan című rajzfilm tényleg olyan rettenetese, vagy félelmetes, mint amilyennek sokan gondolják. Gyerekeknek vagy felnőtteknek, szóval menjetek, nézzétek meg, fürkészétek, és keressétek meg Ákos hangját, mert azt is megtaláljátok. Köszönöm szépen, hogy bejöttél. Én is köszönöm. Viszlát. Szia. Viszlát, golyók. Nem látlak benneteket egy darabig.